kaptuk, nagy teljesítményű kombájn vásárlására pályázott a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó Doroszlói Hektármezőgazdasági Vállalat. A fejlesztésnek köszönve az eddigi 5 állandó dolgozójuk számát 8-ra emeli. Önerőből, ha esetleg meg is valósítottunk volna valamit ebben a tekintetben, biztos, hogy nem ilyen kapacitású és nem ilyen, hát nem mondjam, modern felszereltségű betakarítógép kombány lett volna, hanem egy jóval-jóval szerényebb, úgyhogy hát köszönettel tartozunk az alapítványnak. 156 hektárnyi földterületet tud vásárolni 31 pályázó. Ezen kívül nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek vásárlása, farmok kialakítása, állatállomány bővítése, hűtőházak építése, technológiai innováció, telephelyek kialakítása, raktárhelyiségek, üzlethelyiségek kialakítása és kapacitás bővítés is szerepelt a nyertes projektekben. 31 földvásárlásra vonatkozik, a többi pedig mezőgazdasági és gazdasági fejlesztésekre, közepes értékű projektekre. Valamivel több az egyéni vállalkozók és vállalkozások projektje, közel 90 és 77 a bejegyzett mezőgazdálkodóknak a projektje. Itt a támogatási értéke az mintegy 1,6 milliárd dinár, ami az egész projektnek nagyjából az egyharmad értéke. Pásztor István, a VMS elnöke kiemelte, a nagyszámú sikeres pályázat bebizonyította, hogy a vajdasági magyar közösségnek olyan vállalkozói rétege van, amely érvényesülni kíván a saját szülőföldjén, és saját elképzelései vannak ennek megvalósítására. A pályázatok pedig találkoztak a vállalkozók elképzeléseivel. Látszólag az, amit most már több mint 2 éve csinálunk, ez egy gazdaságfejlesztési program. Látszólag, mert alapjába véve ez egy közösségfejlesztés. Mi azért támogatjuk az önök elképzeléseit, hogy önök erősebbek legyenek, hogy mélyebbre engedjük a gyökereinket, hogy modernizálják a saját termelésüket, hogy erőforrásoknak a birtokába kerüljenek, hogy megerősítsük a vajdasági magyar közösséget. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy itt nem csak önök lettek sikeresek ezzel a pályázattal, hanem a pályázaton keresztül több mint 600 munkahely létrehozását segítettük elő, vagy valósítjuk meg. 197 közepes méretű vállalkozó és termelő nyert támogatást. A beruházások 604 család boldogulását segítik Vajdaságban. Ma Magyarországon nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni akar. De az, hogy Magyarország így megerősödött gazdaságilag, mi azt szeretnénk, hogy ez nem csak az anyaországi magyarok számára jelentene jó hírt, hanem a határainkon túlélő magyarok számára is érezhető lenne. És mi a gazdaságfejlesztési programot tekintjük annak a hídnak, amely megteremti azt a lehetőséget, hogy az anyaország erősödéséből a határon túlélő magyarok is meg tudjanak erősödni és profitálni tudjanak. A Prosperitáti Alapítvány legújabb 8 pályázati körére a mai naptól adhatják át projektjeiket a pályázók az alapítvány irodáiban.